magyar gazdák számára a bábolnai gazdanapok mindig is egy megkülönböztetett esemény, megkülönböztetett ünnep. Bábolna egybefort a magyar mezőgazdaság korszerűsítésével, egybefort azzal, hogy milyen innovációk, milyen fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen a magyar mezőgazdaság. Aki itt nyitott szemmel jár, az megoldásokat talál arra, hogy a saját gazdaságában hogyan tudja megvívni azokat a küzdelmeket, amelyek az éghajlatváltozással, a társadalmi szokások változásával, vagy éppen a táplálkozás szokások megváltozásával jár együtt. Bábolna mindig ezt hordozta magában, a jövőbelátásnak a lehetőségeit, ezért is nagyon izgalmas ez. A kihívásokra adandó válaszban önmagunk kevesek vagyunk. Nem tudjuk egyedül ezt megvívni. Ezért nagyon fontos, hogy itt legyen a tudománynak a területe, itt legyen az egyetem, a kutatás, itt legyen a technológiai fejlesztés. Aztán az érdekképviselet, mert mégiscsak egybe kell forni ahhoz, hogy nagy küzdelemben mégiscsak eredményesek lehessünk. És ezért nagyon fontosak ezek a konferenciák. De van ennek egy lelki töltete is. Mikor itt körülnézünk, akkor azt láthatjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy mindazzal a nehézséggel, ami szembe jön velünk, nem egyedül kell megküzdeni. Mert be kell vallani, egyedül gyengék vagyunk. És hamar elkeserednénk, mert nincs nálunk a válasz. Hanem mindnyájunkban van valamilyen válasz. És együtt tudjuk kitenni azt a megoldást, amivel sikeresek tudunk lenni a nehézségek idején is. Muszáj összefogni. Az nem lehet, hogy széttörezett cserepenként próbáljuk megvívni a magunk küzdelmét. Egységet kell, összefogást kell mutatnunk, és folytatnunk ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni. Abban reménykedem, hogy mindenkinek lesz ehhez elég ereje, kedve, akarata ahhoz, hogy részese legyen a megújuló, válságálló, eredményes magyar mezőgazdaságnak. Adja Isten, hogy legyen ehhez elegendő erőnk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ezekkel a szavakkal hivatalosan is megnyitom a bábolnai gazdanapokat.